A fiatal Mihály házas pár mintaértékű zöldségtermesztő vállalkozásba kezdett nagy ajtán. A most következő műsorunkban rövid betekintést nyerhetünk tevékenységükben és eredményeikben. Svájcból kezdtük, vagy Svájcból dolgoztunk 8 szezont zöldségesbe, és nagyon szeret, itthon megcsináltuk a házunkot, és nagyon szerettünk volna hazajönni, és itthon is nekifogtunk, és ugyanazt, amit kint tanultuk, próbáltuk itt is megvalósítani. Hát nagyjából már azt mondhatom, hogy sikerült is, zöldséggel foglalkozunk, emellett bikabornyukkal és szabadföldgazdálkodásból dolgozunk, hát ketten a feleségemmel, és a tapasztalataim szerint nem annyira jó, mint Svájcban, de sehol se jobb, legjobb mindig itthon, és itthon próbáljuk ezt csinálni. Tehát mi Svájcban csak uborkával foglalkoztunk, itthon pedig úgy jött az ötlet, hogy kellene egyebet is, ne csak uborkát. És akkor így mi saját magunktól megvettük a magokat. Tehát ebben neveljük a magokat, tehát előre belekerül egy kevés föld, egy szem magocska minden lyukba, utána pedig megöntözzük, és ismét földdel letakarjuk. Még azért is jó, mert ez nagyon nagy meleget tart, mivel hogy ez poliester, szigetel, és ez nagyon nagy meleget tart a palántoknak, és ezért elég hamar ki kell, és hamar lehet már kiültetni, vagy átültetni. Tehát nagyon hamar is kell, mert kevés a földnek. Kevés a föld is lennek, csak ennek... Ki kell egy hátat lehet hagyni benne, igen. Muszáj már. Csak annyi az előny, hogy meleget tart. Mikor már akkor a palánt, akkor ki kell szedni, és át kell ültetni osztolkákra, tehát ki kell pikírozni minden egyes magot, vagy palántot, bocsánat. Úgyhogy elég sok munka van vele, de megérik. Tehát szeretem, tehát nagyon szeretem csinálni. A palántokkal kezdjük, már februárban, addig persze van a fóliaházban zöldhagyma, meg retek és saláta. A palántokkal egy időben már a palántok ilyen tálcán vannak, és nem a földön, és a tálcáknál foglalják, folyáznak fel itt, a másik felébe pedig próbálunk zöldhagymát termeszteni, persze tüzelni kell, ami elég költséges, de a palántok az jó üzlet, jó befektetés. És akkor, mikor kijön a palánt, akkor jön az uborka. Akkor a másik fóliában jön a paradicsom, és a másikban jön a vinete, meg a gogonel és a kápia. És így elég egyszerre is nőnek, és elég lehet egyszerre értékesíteni őket. Mindent le kell pucolni, minden hajtást róla. Tehát mikor nő egy ilyen 20-30 centit, akkor mindig jön rá egy gyűrű. Tehát egy ilyen gyűrű, hogy ne állítsa el a fejét. Itt a legfelső az mindig megmarad, hogyha véletlenül a főszar letörik, akkor lehessen helyettesíteni. Alul is ugyanúgy meg kell pucolni, mint felül. Tehát itt ezeket a mellékhajtásokat, ezeket mind le kell szedni. Tehát minden. Nőjön a termés. Akkor a lapikat is ugyanúgy, tehát legalább ilyen magasabb, azt mindig le kell pucolni. Azért, hogy ne kapja el a betegséget. És volt-e ilyen gondotok, hogy a fólia házba valami elkapta a betegséget? A tavaly igen, lisztharmat az uborkán. Az volt, tehát az úgy néz ki, hogy mikor a levelet felfordítjuk,
akkor ilyen apró fehér pöttyök vannak, ugyanúgy, mint a liszt. Tehát úgy néz ki. És akkor meg fog száradni, elszárad az egész növény. A fóliaházban hányan dolgoztok? Ketten. Én és a férjem, mi ketten csak. Hát a legtöbbet, hát a legtöbbet én. Tehát mikor az ideje engedi, akkor ő is. Vannak mondjuk segítségeim, szülők, testvérek, gyerekei. Úgyhogy akad segítség, de legtöbbet én. Hát ezt a hagyományosat főleg így eltenni most nagyon keresik. Rengeteg rendelésünk van. Tehát van egy pár kigyóborkánk is. Tehát a tavaly fele kigyóborka volt és fele ilyen pici, de viszont nem volt kereslet a kigyóborkára, nem annyira ismerik itt nálunk, úgyhogy így az idén csak 10 tövünk van így enni. Viszont nagyon finom, ebből is savanyúságot lehet eltenni minden, de itt nálunk fele nem ismerik annyira. Tehát idegenkednek tőle. Minden nap le kell vágni, mert hogyha egy nap nem vágjuk le az uborkát, akkor másnapra már állni, ugye, nem lehet sokat hagyni. Sőt, olyan nap is van, hogy reggás este is lehet. Ugye nyaralni sem voltunk, mert olyanra kell rábízzad, aki meg kell tanítsa. Tehát az nem mindegy, hogy most ekkor uborkát ha levág, akkor nekem hónapra nem lesz termés, abszolút. Úgyhogy azért sok odafigyelés kell, na, sokat igényel. Hát a fűtés ebben az egyben van, mivel ebben kezdjük és ebben termeljük a palántokot, ez fával fűtünk, központi fűtés van, fával és pelettel is működik, de inkább fával tüzelünk és inkább éjszaka. Felkelünk 3 óránként, 4 óránként, és tüzelünk, mert a palántok, mikor már növekedésen vannak, akkor elég szükséges a meleg. Egy olyan átlag hőmérsékletet azért tartani kell nekik. És nincs ilyen gondotok, hogy esetleg elfagyhat nagy hidegbe itt a csövek? Nem, mert a fagyaló van benne, és ezért véletlenül elaluszok, vagy a tűz is lenne, hogy nem tud elfagyni, mert a fagyaló van benne. 18 darab kalifér van, de azért jó kell tüzelni, hogy egy bizonyos hőmérsékletet tartsál, de idáig, ha Istennek nem volt baj. Idáig tartottuk, bírtuk. Az mellett minden éjjel még letakarjuk a palántokot, tehát igen. Alványok vannak készítve, hát, is. Tartanak alványon. Nájlonnal, még mindennel le vannak takarva. Tehát a fűtésen kívül éjszaka, nappal nem, éjszaka le vannak takarva. Hát hogy öntöztök? Csepegtető rendszer van, mint itt látszik. Minden 4 fóliában csepegtető rendszer van. Minden sornak külön vezeték van, és onnan irány, minden nagy fóliával irányítjuk az egészet. Annyi, hogy nem ilyen időzített, hát mindig kézzel mi megeresztjük a csapot, és mindig tudjuk, hogy egy fél óra megy, és akkor elzárjuk. Vagy reggel korán, vagy este későn. Tavaly volt-e paradicsomotok? Igen. Igen, a tavaly is volt, nagy is volt a keresletre, tehát tudtuk értékesíteni. Még zöldön is. Mikor ősszel már nem pirult, akkor leszettük zöldön, és a savanyítóba baróton átvették. Tehát tudtuk értékesíteni. Hát, vagy 500-600 kiló? 600 kiló zöld paradicsomot így ősszel, amikor már nem tudott megpirosodni, mert már az idő nem engedte, és nem menjünk kárba, akkor így értékesítjük. Tehát itt levesszük, mikor akkora lesz, és akkor elengedjük. Tehát 5 métert is elér egy tő. Őszire, igen. Őszire, mikor felgyűrűzzük ahhoz, hogy ne tűrjön le. Tehát minden palánt kap egy gyűrűcskét. Nagyon fontos, hogy ne csíptessünk be se levelet, se pedig virágot, termést.
És akkor itthon mennyi ideje kezdtétek? Itthon második éve. Második éve. Hát most az idéntől ugye vezetem a nyilvántartást. Most már nagyjából tudjuk, hogy mire van igény. Inkább abból teszünk többet. Hogyha most már leszedem, akkor este felírom, hogy ennyi kilót szedtem le mindenből. Az idén, tehát ilyen nyilvántartást vezetek. A rendelésekről is már nagy az igény, főleg így az uborkára, ilyen LTV-skor. És tehát én most, hogyha leszedem, nem biztos, hogy ki tudom szolgálni, mert nincs annyi készletén. Tehát mindig ilyen listát írok, és mindenkit úgy lista szerint kiszolgálunk. Tehát most nagy az igény. Ugye van az uborka szezon, jön a paradicsom, majd az akuszka szezonban akkor a gogosán, a kápia és a vinetta az, ami nagyon megy. Tehát nagy az igényre. Reméljük, hogy az idén több embert ki tudunk szolgálni, már nagyobb területen van. Tavaly nem lett elég. Nagy volt az igény, nagy volt a keresletre. De próbálunk. Ha most már elvirágzott a vinetta is, ahhoz képest, hogy tavaly térdig ért, most az idén deréhi. Most jelenleg van az a füttött, volt az első fólihazunk, az egy 30 méter x 5 méteres, az azt jelenti, hogy másfél ár. Akkor ez ahol van a paradicsomban, ez egy házigyártmányunk, fából készült. Ez egy olyan, ez is másfél ár körüli. És akkor van még két új ilyen, azok ilyen alagút fóliák, azok egy-kettő van, az egy-egy ára külön-külön. Úgyhogy lassan mostan 5 ár, 6 áras fólia van, akkor azon kívül a szabadban van 40 ár fucujkánk, 20 ár murok, 20 ár káposzta, és plusz még kint paradicsom, volt retek, volt hagyma, volt, ami már elég nagy mennyiség, 7-8 ár hagymánk volt, ami most már ki van szedve. Volt nyári káposztánk, ami még most is van. Úgyhogy így nagyjából mindenféle. Egy krumpli, igen, ami van az a mezőn, 70 ár. Az is volt a tavaly is, úgyhogy... A zöldség egyszer-vissza, lassan azt mondhatom, hogy egy olyan fólia, az azt mindenesetre egy olyan hektáron gazdálkodunk most zöldséggel. Hát olyan hektár, 20 ár körülbelül. Úgy, de szeretnénk fejleszteni persze, bővíteni, mert fóliaházzal bővíteni mondhatom úgy inkább, mert azért fóliaházakban nem ér annyira a betegség sem, mint kint a szabadban. Melegebb is van, gyorsabban fejlődik a növény, és jó lenne kicsit fejleszteni még, és szeretnénk is, reméljük, hogy sikerül. Nagyon sok a munka, de ezt választottuk, ezt kell csináljuk. Van, mondjuk a tavaly nem volt abszolút ilyen házi paradicsom, de főleg eltevésre, tehát paradicsom léne. Nagyon jó, mások a leve. Tehát ilyen jó húsos, ilyen nagy, egy fél kilót is üthet egy paradicsom. Igen, sokkal levesebb, mint az a vett magból lett paradicsom, mert az nem is nagyon nagyra, és nincs ennyi, az inkább húsosabb, nem levesebb. És akkor ezt a házit sokan kérték már tavaly, mert tavaly nem volt. Sokan kérték, hogy hát paradicsom lének, ez nem éppen megfelelő, ami a fóliaházban van, hát az inkább enni. És akkor ezért megpróbáljuk ezt a hagyományost, hogy hát ha jobban örülnek és jobban tudjuk értékesíteni így az embereknek, akik vásárolnak. Én is a nagymamájától kaptam egyfajta magot, ami házi, az a nagy fajta paradicsom. 500 tövünk van most az idén, ami hagyományos. Az
más magukat azt vásároljuk mi is. Tehát ez az egy van, ami házi és hagyományos. Úgyhogy... Nem mondom, ide gyere! Úgy! Ide gyere! Úgy! Úgy, fogadj szót! Mosok nagy külű. Ja, hamburgerek is sem. Fődvarra vitték el, volt egy szép példány, 380 kilós, ilyen metis anguszt. És ezt is tartsuk télire, mivel télen nem nagyon termelünk, akkor ebből jön egy kis plusz jövedelem. Bornyukakból, pika bornyukból, mert fejőstánet tartani emellett már nagyon nehéz. Azt is csinálni, meg ezt is, az már nagyon-nagyon nehéz. Inkább ezért gondolkoztunk, hogy bikát tartsunk, mert az, na, az kicsit jobb, így az őtség mellett, mint tehenet, fejős tehenet. Rengeteget kell dolgozni, kézzel, odafigyelni, hogy mit csinálsz, melegbe, kint a kertbe, esőbe, bent a fóliába, hát... Még plusz a mezőn, én nimeld itt a fóliába, én a mezőn, úgyhogy ez bevonosztva mindenkinek a feladata, hogy mit csinál, és az esős idő nagyon befolyásolja a termést is, hiszen hogyha több napos esőzés van, akkor már a termés is sem olyan bő, mert nagyon sok szüksége van melegre, főleg az uborkának, és napfényre, úgyhogy... De... Az idén, sőt, jó kövér idő volt rész esőből is, napsütésből is, ami ez a kinti zöldségre nagyon jó, mert nem kellett annyit locsolni, nem kellett annyit öntözni, viszont gyom szempontjából elég kellemetlen, mert gyorsan nőtt a gyom is, de jó idénynek nézünk elébe, azt mondhatom, és így, mint kezdők, meg vagyunk elégedve, és reméljük, hogy évről évre minél jobb lesz, minél nagyobb lesz a kereslet, és minél többet tudunk mi is termelni. Hey! Nyer itt, mikor én bejövök mindig, kérj a cukorka! És hol szoktátok értékesíteni a terményt? Hát a legtöbbet így a falusi üzletekben, és itthon helyben. Nagyon minimálisat az Angróban, Brassóban. Hát a űrmösi üzletek, Barót, a nagyajtai üzletekben. Egy-egy kávását, és a nagyobb mennyiséget azt innen a háztól elviszik, mivel most megkezdődött a zuborka eltevés, és innen háztól rengeteget elvisznek. Főleg az idősebbeknek kedveskedünk evel is, és szállítsuk házhoz, mert ez nem egy nagy gond most, akár biciklivel, akár autóval. Az... Nem. Sőt, még Sepsiszentgyőre is bevittük. Igen. Mikor úgy útunk van, az ottani megrendelőknek, akkor beszállítjuk. Tehát nem kerül nekünk semmibe. Tehát nagyon szívesen. De szeretnénk fejleszteni persze, bővíteni, hogy lássen szerződést kötni, hogy vittem én egy bizonyos mennyiségről, hogy azt tudjuk százalékra, meg tudjuk termelni, és akkor szerződéses alapon már. Azért, hogyha van egy szerződéses piacod, akkor szerintem sokkal jobb, mint így. Hát így sem rossz, csak így bizonytalan, hogy máma kell az öltség, nem holnap után, vagy
mit tenni, neki teszi is el, hát nem ma, hát hétvégén makoljuk szabad, így is jó szó se róla, csak azért van egy emellett, van egy szerződéses üzleted, akkor úgyis jobb, de viszont a szerződés közösségem azért nagyobbnak kell lenni, vagyis többet kell termelni. Na. Itthon megvalósítani, amit mi megvalósítottunk, ezt egy itthoni munkahelyhez viszonyítva nagyon nehéz volna, vagy egy bármilyen munkahelyhez nézve szerintem nehéz volna így. Nekünk ez nagyon sokat segített, hogy Svájcban tudtunk dolgozni 6 szezont együtt, és abból a pénzből meg tudtuk ezt valósítani, hiszen két pályázatomat is elvágtak sajnos, hogy a uniós pénzből sem sikerült, hát mind önrészből, és mind a svájci munkánk után, amit összegyűjtöttünk, azt itt próbáltuk befektetni, és kamatoztatni, és reméljük, hogy az idők során meg is fordul, hogy egy jó befektetés, és kamatozni fog az évek során. Én szívem szerint magunkról beszélve, hogyha itthon tényleg nincsen egy minimális tőkéje, vagy tényleg egy fiatal, aki most elvégezte az iskolát, annak ajánlom így az 5 éves, 6 éves, vagy 1-2 éves külföldi munkát, de utána ajánlom, hogy hazajönni, és itthon termelni, és itthon dolgozni, és még másnak is munkát adni, mert itthon szerintem úgyis jobb, mint külföldön, és hogy az ember itthon meg tud élni, akkor ha jól dolgozik, akkor meg tud élni, és akkor nincs miért értelme szerintem, hogy külföldön dolgozni másnak, és mindig legyél külföldön, és lemaradsz minden olyasmiről, ami teszem fel fontos, már nem tudsz hazajönni a munka véget, ezt mi megjártuk, vagyis többször, már volt példára, hogy de én a fiataloknak is azt mondom, hogy sőt, meg kell próbálni külföldön is, de itthon is, mert az ember, ha dolgozik, akkor itthon is meg tud élni. No. Többet kell dolgozni, sokat kell dolgozni, de az az élet rándja, hogy dolgozni kell. Köszönjük, hogy velünk tartottak, 2 hét múlva találkozunk, viszontlátásra!